Ezekkel a gépekkel végzi majd a téli úttakarítást a Magyar Közút ZRT Nógrád megyei igazgatósága. A járműveket november 4-én hétfőn a már hagyományos téli gépszemlén alaposan átvizsgálták. Az időjárás még nem kifejezetten télies, ennek ellenére már készülnek a hóra és a fagyra. Beszereztük a téli szükséges anyagokat, elvégeztük a gépek megfelelő karbantartását. Jelenleg 8 kombinált alapgépünk áll rendelkezésre, plusz egy Unimog, ami a téli munkába tud besegíteni, illetve a szükséges rakodó és egyéb kisegítő gépek. Tavaly kaptunk 3 darab új Mercedes ilyen kombinált gépet, ami szintén az idei télen már hadrafogható lesz, és a munka oroszlán részét ők fogják elvégezni. Azt nem lehet elvárni, hogy a hóesés után azonnal mindenütt fekete legyen a burkolat. Van egy hierarchia, hiszen elsősorban a nagyforgalmú főutak takarítása kezdődik meg, és amíg ez be nem fejeződik, addig nem tudunk az alacsonyabb rendű 4-5 számjegyű utakkal foglalkozni. A téli hónapokban ügyelet is működik majd. Van minden üzemmérnökségünkön, Csalgó-Tarjánban és Balassagyarmaton is, és illetve a központi ügyelet a Meredek út 31-ben. Mindenféle eszközön, e-mailtől kezdve, telefonon, faxon lehet bejelentést tenni, és ott megfelelő információt megkapják a közlekedők. Akkor november 15-től csak otthoni készenlétet rendelünk el a beosztott létszámnak, és amint az időjárás megköveteli, akkor indult be a telephelyi 0-tól 24 óráig tartó ügyelet, ami egy diszpécser és egy gépkocsi vezető folyamatos jelenlétét jelenti, illetve természetesen mellette otthoni készenlétben vannak a dolgozók, tehát az időjárás ügyében bármikor vezényelhetők és bevethetők. A Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. Is készül a téli időjárásra. A november 15-től március 15-ig terjedő időszakra intézkedési tervet is készítettek. A téli felkészülés jegyében gépszemlét tartottak november 5-én kedden reggel. Az önkormányzati tulajdonú utak és közterületek síkosságmentesítését kiemelt feladatként ellátó cég munkatársai ellenőrizték az autók műszaki állapotát, valamint a rendelkezésre álló zúzalék mennyiségét. Hát nem azt mondom, hogy az egész télre való, de 2-3 hónapra elegendő zúzalék, illetve só mennyiség. A járművek ellenőrzése és karbantartása a zavartalan és balesetmentes közlekedés érdekében folyamatos.